Üdvözlünk mindenkit az F1 Amatőr Kart összefoglalóján, ami Csömörön található Kartfalm nevezetű versenypályán indította útnak a szezon első futamát egy hét eltolása a zord fagyos időjárásnak köszönhetően. Aki még nem ismerne minket, annak elmondanám pár szóban, hogy ez egy amatőr bajnokság, ahol igazából a szabályok betartásával és a zászlók bemagolásával egy gokartsportban annyira nem járt a személy és nyugodtan benevezhet a hozzáillő kategóriában. Ezek között biztos találunk magunknak megfelelőt, mert vannak közöttük súly szerint egy heavy és egy light, ahol értelemszerűen a heavy-be a nehezebbek, míg a light-be a könnyebb pilóták csapnak össze. Ezek mellett van nekünk még egy junior gyerekeknek és egy senior 33 év felettieknek. A maradék két kategória inkább tudás szerint osztható fel, miszerint az easy a teljesen kezdőké, a monsters pedig a tapasztaltabb pilótáké. Tarcsa Dominika ülünk szemben, aki a junior kategória és a light kategória versenyzője. Junior kategória bajnoka tavalyról. Tavaly előttiről, és hányszoros bajnok? Kétszeres. Idén is mind a két kategóriába indulsz. Hogyan sikerültek az időmérők? Szerintem nagyon jól sikerültek, a junior is, meg a light is. Lightba még nem tudom a helyezésemet, de nagyon jól sikerült szerintem. Még az első négy versenyzőnél még második voltam, de utána már, amikor ilyen hétnél tartottunk, akkor már visszacsúsztam a negyedikre, de utána már szerintem nem volt olyan nagy versenyzők, de azért... Tehát a negyedik helyről rajtolsz most? Hát lehetséges, nem tudjuk. És a juniorba? A juniorba a másodikról. Inkább az előzésre, vagy inkább a védekezésre koncentrálsz majd? Én inkább az előzésre. Monori Máté, ő lesz mögöttem, úgy vélem, és szerintem már tavaly is indultunk együtt. Nagyon fejlődött tavaly óta. Fülöp Préka, easy kategóriás versenyzőnk. Egy hölgyversenyző. Milyen lányként a fiúk között menni? Furi. De én Furi? Szeretem. Nehéz volt? Nehéz. Sok. Sok a 20 perc, de egyébként jó volt. 20 perc sok. Mennyit szoktál gokártozni? Ugyanúgy. Ez hát az első versenyed? Igen. Ez a legelső. Hát most egy hónapon belül kétszer voltunk, de ennyi a gokártos pályafutások. Most kezdted? Aha, ahhoz képest, hogy teljesen jól mentél. Köszönöm. Hanyadik lettél? Harmadik, ha minden igaz. Easy kategóriában. Hanyadik helyről rajtoltál? Harmadik. Harmadik. Tehát akkor megtartottad a helyedet. Na, ügyes vagy. Mit üzennél hölgytársaidnak? Hát, hogy jöjjenek és csináljunk egy ilyen női kategóriát, de azért jobb így, de nem baj, ez is jó. Tetszett így is azért a fiúkkal? Aha, igen. És hogy érezted magad napközben? Jó volt nagyon. Jó én volt. Szeretem az ilyen bulikat, úgyhogy... Jössz legközelebb is. Persze. Végnyomod a szezont? Hát az a tervem. Párom rally versenyt, úgyhogy ő így gyűjti a kupákat. Rally versenyt? Én is megpróbálom, úgyhogy övét lesöpörni a polcron, aztán feltölteni. Helyes. Tartsa Dominik, immáron túl a versenyen. Igen. Mesélj nekünk, hogy sikerült? A lájban nagyon izgalmas volt, hát 5. helyről kezdtem, ugye. Lett egy helyzet az egyik kanyarban, és nagyon jól be tudtam szólni, és meg is szereztem a pozíciót, és hát a verseny végéig nagyon küzdöttem a 3. helyért. Hanyadik lettél végül? 3. lettem végül. Szerintem nagyon vagy. Nagy csaták voltak? Nagyon nagy csaták voltak, elejétől a végéig már engem toltak, amennyire csak tudtak. És milyen volt a junior? Nagyon jó volt a junior is, ott másodikról indultam, ahogy mondtam, és második is lettem, de egész végig toltak, és nem tudtam mit csinálni. Már a körözéseket is néztem, a végére, ahogy mondtam, a mögöttem lévő egy kicsit elfáradt, de mondom, én is elfáradtam, mert a második verseny lett a junior, és ezáltal hát nem annyira volt jó.
futamsorrendek a következőképpen alakultak. Light kategória, első helyen Ludwig Bertalan, második helyen Balázs Dávid, harmadik helyen Tarcsa Dominik végzett, heavyben Hegyi Dávid, Alpár Gábor és Fábián Tamás volt a sorrend, seniorban Neudert Károly, Alpár Gábor és Reiber László, míg a juniorban Diósi Milán, Tarcsa Dominik, Monori Máté. A Monsters kategóriában Schreiber Norbert, Gáland is, Schmidt Balázs, az Easy-ben Beszteri Bence, Szabó Dániel és Bagi László zárta a hármas. Várunk mindenkit szeretettel március 24-én szombaton, következő futamunkra, hungaroringi pályán. Ha nevezni szeretné, ezt a www.f1amatőrkart.hu nevű oldalon tudod megtenni, előbb be kell regisztrálnod az oldalra, utána a nevezés fül alatt a megfelelő kategóriát kiválasztva már be is neveztél. Ha bármilyen kérdésed van, az alábbi telefonszámok közül bármelyiket hívhatod, vagy üzenj nekünk Facebookon.